Köszöntök minden kedves nézőt, én Berezna Dani vagyok. A szabadban akartam felvenni ezt a videót, de nagyon fúj a szél, szóval inkább a hangminőségre megyek, ugyanis nagyon fontos lesz, amit most mondok, mivel a Forma 1 Esport 2022-es világbajnokság első fordulójáról fogok beszélni. Egy fordulón három darab versenyt rendeztek, Ebből én kettőnél kaptam lehetőséget a csapattól, hogy versenyezhessek, a harmadik versenyen a harmadik csapattársam játszott. Minden Forma sport csapat három versenyzőből áll. Ezt már egy régebbi videóban is elmondtam, hogy csak a legnagyobb csapatok, ahol kettő tényleg bajnokesies versenyző van, teszik meg azt, hogy nem váltogatnak a versenyzők közül. De alapból felkészülés szempontjából pontok és lehetőségek maximalizálása szempontjából az a logikus, ha... Örögnek a pilóták egymáshoz képest, éppen ezért örültem, hogy legalább két versenyen versenyezhettem, harmadik csapattársam meg csak egyen. Nála ugyanis a felkészülés alatt gyorsabbnak bizonyultam. Összesen négy fordulóban áll a világbajnokság. Mindegyik fordulón három darab hosszú időmérő, majd ezt követően 50%-os futam van a porondon, és egy 12 futamos bajnokság beszélünk ugyanolyan pontrendszerrel, mint a valós formáj, ahol mind az egyéni, mind a konstruktőri címet mérik. Ebből a konstruktőri sokkal fontosabb, ugyanis míg az egyéninek az össznyereménye kb. 40-50 ezer euró lehet, a konstruktőri össznyereménye több mint 700 ezer euró, szóval a csapatoknak nyilvánvalóan nagyon fontos a bevétel ezen része, ezért minden áron a pontszámokat csapaton belül maximalizálnak, még akkor is, ha esetleg olyan pilótát kell egy-két versenyre félretenni, aki alapból akár a világbajnoki címért is küzdhetne. Én sajnos idén, idén sem ilyen vagyok, és erről szeretnék nektek egy kicsit mesélni, hogy mi történt velem, hogy ismét a mezőny végén kullogtam, mintsem az elén. Kullogásnak amúgy nem nevezném, mert a versenytempó nem rossz, Bahreinben és Silverstoneban is jól álltunk, de mivel nem tudtam magamat normális pozícióba kvalifikálni, ezért hiába hosszú a verseny, hiába egy órás, annyira szoros a mezőny, annyira nehéz a vonatban előzni, hogy ritkán számíthat hátrébről rajtolva az ember a csodára. Az első forduló viszont így is optimizmussal töltött el engem, ugyanis ha bár a 14. helyre kvalifikáltam, tudtuk, hogy a versenytempunk nagyon jó, gumikímélésünk nagyon jó, versenybeállításunk nagyon jó, nagyon sokat gyakoroltam rá, és a rajtnál meg is tudtam tartani a pozíciót, de aztán elvesztettem egyet, szóval a 15. helyen haladtam, viszont a csapattársam 18. helyen volt. Nem akartam a verseny első körében semmi extrát csinálni, csak a rajt után lemerült akkumulátorokat visszatölti ilyenkor a mezőny, és ahogy elkezdi a mezőnyt a gumikopás negatívan érinteni, egyre nagyobb lesz körről körre az előnyünk, szóval a szint végén tudunk előzni, majd aztán a mögé vágása az a legjobb stratégia, én is bárhányban viszonylag nehéz a boxkiállás után felmelegíteni az abroncsokat, és ha még egy-két körrel meg lehet nyújtani egy etapot, akkor az nagyon-nagyon jól tud működni. Ezt megmutatta járnók mér is, aki az 5. helyről rajtolva, a box után, a jó gumi kimérésnek köszönhetően az első helyre tért vissza, és megmutatta a csapattársam is, aki a 18. helyről a 9. helyen lett. Magyarul négy pozícióval mögülem rajtolva a 9. lett. De én ismét nem szereztem pontot, és borzasztóan fájó, mert ezt a pont nélküli, a kudarc sorozatot. Nagyon szerettem volna megtörni, de nem tehettem semmit, ugyanis ami történt, az nem más, mint hogy előttem a négyes kanyarba pioc tacsülek a házos, elfékezte magát, kicsit keresztbe állt az autója, lehet, hogy a hátsó tengelyt blokkolta. Ezt csak úgy kerülte el a mögötte haladó, aki még mindig egyel előttem volt, hogy kicsit össze is értek, de teljesen besotuzott. Én meg nem számítottam erre, ugyanis ez nem egy csata közepette volt, csak normálisan mentek, lehet, hogy figyelhettem volna jobban őket, valószínű, csak mentem a referencia pontjaim alapján, és csak azt érzékeltem, hogy egyszer csak állóra lefékeztek előttem gyakorlatilag a pályán, és már nem tudtam balra rántani, jobbra rántani, hatékonyabban lassulni és fékezni, megsérült az első szárnyam, és onnantól kezdve, ugye elveszítettem néhány százalék leszorító erőt, amit már nem lehet kompenzálni. Egy ideig küzdöttem, de aztán visszaestem a 20 és rájöttem, hogy semmilyen elévágás nem fog működni. Ennek a vonatnak újra én már része nem lehetek. A boxban ugye a száncserével sok időt el is vesztettem. Szóval úgy döntöttem, hogy visszavonulok erről a versenyről, és borzasztóan kezdődött számomra az év. A második verseny Imola volt, ott nem versenyeztem, Tomek azt a pályát szereti, és ő csak azt gyakorolta, de nem tudom, talán nem találtak jó autóbeállítást, vagy ő is nagyon izgult időmérőn, és mindezt a 18 lett az időmérőn, majd nem, nem, szerzett pontot. A harmadik verseny, Silverstone, ahol hát a barátaimnak, akik szurkoltak nekem, már leírtam cseten, hogy azért valószínű, ha valahol történik csoda, az nem itt lesz. Ugyanis silverstone mindenki imádja. És én is nagyon szeretem, de amúgy, ha a live-jaimban megnézitek, van, hogy még magyar nézőim is fel tudják velem ott venni a versenyt. Persze nem mondom, hogy gyorsabbak, mint én, de egyértelműen nem emelkedem úgy ki, akár egy átlagosabb játékostól sem úgy silverstone mint egy másik pályán, ami azt mutatja, hogy Egyszerűen hiányzik a tempó, bár hogy szeretem azt a pályát. A felkészülés ennek ellenére jól ment, és ha bár az egyéni legjobb időm nem volt gyorsabb a csapattársamnál sem, és sokan mentek még nálam jobb időket a mezőnyben, tudtam, hogy azért a Q2-ig minimum eljuthatok, de ha ott is összeteszek egy jó kört, akkor a Q3-ba is bekvalifikálhatom magam, de már egy 11-12. pozíciónak nagyon örültem volna, ugyanis a versenyen ott is uh, jónak tűnt a tempónk, és jónak tűnt a stratégiai lehetőség, uh, ami a talsójunkban volt. De az időmérőn sajnos hibáztam, és erről mindjárt részletesebben beszélek, hogy hogy-mint és mi bánta legjobban engemet. És mindössze a 18. helyet értem el. Úgy képzeljétek, hogy a 14. hely mindössze 200 másodpercre volt tőlem egészen minimális. A körömet most be is vágom nektek. Látványos hiba nincs benne, egyszerűen brutálisan óvatos. És hogy gyorsan a versenyről beszéljek, majd visszatérjek a tempó hiányának az okára. Elrajtolt a mezőny, tök jó volt a rajt, nyertem egyből három pozíciót, a 15. helyen autóztam, és úgy éreztem, hogy megvolt a megfelelő tempó. És, uh, és sokszor már kifert, aki előttem volt, nagyon közelről tudtam követni. Nekem úgy volt 78% elektromos energiám, hogy előttem káretonék, sánakaklék villogtak. Szóval hittem azért, hogy hát ha előtt történik még valami büntetések, stb. Lehet szó itt pontszerzésről végre. És hát... Míg Bahreinben, ha nem törik le az első szárnyam, akkor hiszem azt, mivel időmérőn is gyorsabb voltam a csapattársamnál. Versenyen négy pozícióval előtte voltam. Ugyanazon a stratégián voltunk, nem csinált semmi különlegeset, kilencedik lett az ember. Ha Bahreinben túlélem négy pozícióval előle, még ha meg is előzés, csak lekövetem, a legpesszimistább számítással is tizediknek kellett volna lennem, de valószínűleg, hogy 8-9. hely környékén lehettem volna, ugyanis Brandon Lee például 8 lett, én ott voltam közvetlen mögötte, a csapattársam 9 lett, ő ott, voltam közvetlen előtte, szóval valahol a kettő autó közé kellett volna beérnem, és megmondom őszintén, ha bár nyilván nem ez az egy-két pont kell egy bajnoki címhez, meg az elmúlt években nem itt voltam, rengeteg gyakorlok, rengeteg munkát belerakok az e -sportba. fogalmatok sincsen, hogy a színfalak mögött mi mindent megteszek, hogy újra ott lehessek, mint régen, ebben az igen kompetitív világbajnoki mezőnyben, ahova több mint 260 ezer játékos jelentkezett, hogy egyáltalán részt vegyen. Szóval az is, az is azért nagy dolog, hogy egyáltalán mezőny része lehessek, de nyilván nem ez a cél. Ha már csak egy-két pontot tudtam volna az első fordulón szerezni, megtörtem volna a pontszerzés nélküli átkot. elmondhattam volna magamról, hogy azért ez sem uh, tudja megcsinálni bárki. Uh, és megnyugtató lett volna látni azt, hogy az a több száz óra gyakorlás ezeken a pályákon, ha még nem is egy igazán kiemelkedő eredményre, de, de valamire, valamire, ami a semminél egy picit több, elég volt. És ez, ez nem jött össze. Szilveszton hittem, hogy átélhetem ezt, de ott azért, ha nem történik meg a bal amit mindjárt elmondok, hogy mi volt, akkor sem nagyon lett volna valószínű a pontszerző, és a 11. és a 12. hely körül lehettem volna, és az is ugyanúgy nulla pont, nyilván jobban esett volna, mint a 17. hely, ahol végül beértem. De hogy mi történt ott? A rajtnál feljöttem 15 meg. a 18 ról rajtolva, három pozíciót nyerni, egyből az első körben szerintem egy tök jó dolog. Utána éreztem, hogy tök jó a tempóm, tudtam úgy energiát spórolni, hogy közben támadok is, és tudtam, hogy hosszú még ez a verseny, és ismét jó volt a stratégiánk. Jó lett volna, ha a csapattársam nem jön ki szó nélkül velem együtt a boxba. Úgy volt, hogy én megyek a 11. körbe. Nagyon erős az elévágás. Ő jön a 12. körbe, és 11. körbe látható, sokan bejönnek, és szó ment a bukba. Szó Elvesztettem három másodpercet. Elvesztettem két-három pozíciót. Elvesztettem az erszemet is, ugyanis, hogy egyáltalán visszakerüljek a, a vonatba. El kellett nyomnom minden energiámat. És ott tudtam, hogy itt is Isten inkább ellenem küzd. És nem lesz esély a pontszerzésre. Bejöttem a futamon, de nem tudtam előrébb jönni már, nem volt elég energiám, és utána a végén a frissebb gumi versenyzői ellen sem tudtam védekezni. Szóval ott tartunk az első esemény után, hogy nulla ponttal távozom két versenyt követően. Vannak bal szerencsék, és ezek nyilván a versenyen azok voltak, viszont az időmérőn nem történt semmilyen balszerencse velem, és mégis rossz pozíciót érek el egyszerűen. Ezeknek a balszerencségnek a felese se történne meg, hogyha normális helyről el tudnám kezdeni a futamot. Álmom lenne az amúgy, hogy lenne egy időmérős csapattársam, és én csak a versenyen mennék, és az autó onnan rajtolna, ahonnan egy, egy gyors egykörös pilóta helyezi az, de... Ezt a kihívást nekem kell legyőzni. Futamok közt lehet váltogatni, de hétvégén belül nem lehet váltogatni versenyzők közt. Nagyon izgulok. Az a probléma. És uh, nem a felkészületlenség, nem az egoizmus, nem az, hogy leszarom, nem az, hogy a YouTube mellett nem koncentrálok az esportra. Csapattársam Longe, top 10 pilóta, kettő negyedik helyen van kvalifikáción. A, 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 a Bárhányban a ugye a a elrontotta, de akkor is egy nagyon szép eredmény. Mindhárom futamon pontot szerzett volna, Himolában nem kerül balesetbe. Ő körülbelül 60 órát gyakorol két hét alatt. Látom a felkészülését, mellette rengeteget játszik más játékkal, fifázgat. Sokszor nem veszi annyira komolyan, és gyakorláson sokszor lassabb, mint én, és sokszor felkészületenek. Mégis megvan az a tehetsége, hogy élesben is megfutja ugyanazokat a köröket, vagy közel ugyanazokat a köröket, amiket gyakorláson tud. És a mezőny top 10 versenyzője ilyen. Nem különlegesek, nem készülnek többet, nem gyorsabbak, amikor. 2020-ban elkészítettem azt a videót, hogy én vagyok a világ leggyorsabb versenzője, amit arra alapoztam, hogy a simán világbajnoki címet szerző csapattársamnál gyakorláson szinte minden helyszínen gyorsabb voltam. Az egyéni legjobb köreim, amit átlagosan gyakorláson mentem, mindig én voltam a gyorsabb. És elmondtam a videóban, hogy én vagyok a világ leggyorsabb versenzője, de nem tudom Egy kihozni szóval azt a tempót magamból, amikor igazán számít. Szóval, kezdhetem, csúnya szóval fogalmazva, innentől kezdve szerintem nem is családbarát már ez a tartalom. És idén nem én vagyok a leggyorsabb, tavaly sem én voltam a leggyorsabb, de így a futamok után derülnek ki dolgok, és a legjobb hatban benne vannak az átlagos köréim gyakorláson. Nagyon sokan, ott van például Sipos Patrik is, ott van Simon Végeng, ott van Febricio Donozo, Brandon Lee gyakorláson fél kötője egy tizeddel lassabb időket mennek, mint amit én tudok, konzisztensen. Csak hogy azokat a köröket, ők megfutják akkor is, amikor számít, én meg egyszerűen nem tudom megfutni, amikor számít. Bahreinben a Q2-be két tizeddel gyorsabb köröket mentem, 10 tíz per 10-szer. A verseny előtti nap, és még a verseny napján is, nem volt egy hibám sem. És a versenyen nem jutottam tovább, vesztettem kettő tizedet a jó Q2-es köreimhez képest. silverstone ugyanezt tudtam, pont hármakat menni, legrosszabb esetben is pont négyeket, és pont hat legelejét mentem a Q1-ben, és mindössze kettő századdal maradtam le a továbbjutásról. És láttátok a kört? Nincs benne hiba, egyszerűen extrémen óvatos. silverstone konkrétan csak az utolsó kanyar kiáratán elvesztettem több mint fél tized másodpercet a jobb pályán, a porosabb pályán futott köröm deltájához képest, csak azért, mert remegett a lábam, nem mertem kigyorsítani, nem mertem gázra lépni, féltem, hogy hibázok, féltem, hogy megcsúszok, a biztosra akartam menni, de ahogy a mondás is tartja, a bátra ki a szerencse, én nem voltam bátor, és ment le az idő, ment le az idő, nem voltam a határon, és 200 század kellett a továbbjutáshoz, úgyhogy csak abban az egy konyarban elbuktam fél tizedet, arra ne is beszéljünk, hogy a kör további részén is extrémen óvatos voltam. És rácok, ezzel a problémával küzdök, amióta nem lon. Az F1 e 2020 óta, hiába vagyok nagyon gyors, otthonra játszva elképesztően izgulok. Izgultam régen is. Hány ingerem volt, sokszor jártam a mosdóba, de lanon talán mégsem remektem ennyire ott a, a környezetben, tudva, látva, hogy mindenkinek ugyanaz a felszélés, igazságos, ugyanaz a, a lehetőség, ott van a sok élő ember, kicsit felszabadultabb voltam, bármennyire rosszul éreztem magam akkor nekem az f 1 sporton múlott az egész életem. Nem jutobasztam nagyon mellette. Vagy ha igen, akkor sem voltam ennyire sikeres, semmi bevételem nem volt a Youtube-bal egészen 2019-ig. Például nem hívogattak rendezvényekre, nem volt élményautózás, nem voltak további lehetőségek. Most, hogy tapasztaltabb vagyok, egy Kicsit stabilabb egzisztenciával rendelkezem, több alternatív vállalkozási formával is lehetőséggel. Az esport effektív kevésbé számít nekem, nyilván így is ez az első prioritás, félreértés ne esik. Viszont minden logika azt mondaná, hogy nem kéne úgy izgulnom. Ugyanis átéltem már sokszor, tapasztalt vagyok, nem ezen múlik az életem, nyilván nagyon örülnék, ha ebben sikeres lennék, ugyanis rengeteget teszek és dolgozok érte. El se hinnétek mennyit, és mégis jobban izgulok, mint valaha, évről évre. És az elmúlt két évemet úgy képzeljétek el, hogy jártam sportpszichológushoz. Jártam edzeni profi edzőcsapathoz, a Fit for Race-hez, akik több autóversenyzőt is edzenek, Nagy Danit, Mihály Norbit, olimpikonokat, focistákat, mindenfajta sportákban a legprofibbak. Sportciológusom is egy kiváló sportciológus volt. Egyedül is edzek. Volt, hogy nézőm is segített, hogy a meditációt, a vonzás egy kicsit jobban műveljem. A felkészülésem minden eddiginél részletesebb. Nem csak körözök, restart, körrestart, hanem a verseny előtti héten konkrétan a verseny időpontjában edzettem, Kivártam konkrétan ilyen fél óra várakozási időket, gyors körök köz, hogy azt is gyakoroljam, hogy egyből jó legyen a kör, hogy ritmusban legyek, mert az f 1 sporton sem úgy van, hogy gyakorlunk, gyakorlunk, becsatlakozunk, és egyből mehetünk egy kört, hanem hogy elkezdődik a stream, csomót várni kell a szerveren becsatlakozva, és sokan ilyenkor kikerülnek a ritmusból beállítottam a kormányomat is, a pedálomat is minden eddiginél kényelmesebbre. Minden eddiginél jobb felszerelést használok, a plészítem nem mozog, semmi hajlékonyság nincsen benne, semmi felszerelés irányú kifogás és magabiztosság hiánya nincsen. Kipróbáltam vitaminokat, kipróbáltam gyenge gyógynövényes gyógyszereket, Kipróbáltam bemelegítést, kipróbáltam nem bemelegítést, kipróbáltam alvást, kipróbáltam zuhanyzást, kipróbáltam kevés almást, kipróbáltam sok ivást, kevés ivást, sok kevést, kevés evést, hogy le tudjam győzni saját magamat, nem az ellenfeleimet, saját magamat, és az a baj, hogy jelenleg teljesen őszinte leszek veletek, mert úgy gondolom, hogy mi egy csapat vagyunk, ezért osztom meg ezt az egészet. Ilyen őszintén, sebezhetően, igaz módon veletek az izgulást nem sikerült egyelőre legyőzni. És nem a tempó hiánya, nem a tehetség hiánya, nem a felkészületlenség, nem az egoizmus, amit néhány idióta kommentelő ír, hanem az izgulás az, ami elválaszt engem attól, hogy stabilan top 6 versenyző lesz, legyek. Ugyanis míg a csapattársam 60 órákat gyakorol két héten, járnó is ilyen 70-eket gyakorolt két héten, nekem mindig 80-90 órám van a játékban. Volt, egy 100 is írt a Steam, volt, egy 110 is írt a Steam, de a versenyek előtt már direkt nem gyakorlok olyan sokat, próbál kipihent lenni mindig és figyelni arra, hogy jó időpontban gyakoroljak. Több mint tíz éve szimulátorozom kormányjal, e körül forog az életem. Idén talán két-három alkalommal voltam a barátaimmal eltölteni egy estét. Nem versenyzem a Válcin a városba a kocsimmal, nem iszom alkoholt minden nap egy bárban, a barátnőmmel eltöltök sok időt, Gyakorláson kívül kirándulok, kutyát sétáltatok, de alapból be vagyok zárkózva, ebből akarom kihozni ezekben az években, amikor lehetőségem van, a lehető legtöbbet. Tudom, hogy sokan szurkoltak, szeretném az országot is jól képviselni, és egyszerűen hiába van meg a top hat tempóm, hiába van meg a szorgalmam, hiába áldott még Isten ezekkel a képességekkel, stressz toleranciával nem áldott meg. És teste alkattal sem amúgy, ez is érdekes dolog, hogy van egy dolog, amiben tehetséges vagyok, az autóvezetés és versenyzés. Szerintem nem csak szimulátoron, hanem a valóságban is lenne sok jó lehetőségem és potenciál bennem, de két méter három centikén normális versenyautóba bukós isakkal soha a büdös életben nem fog beférni. Ez már kapásból szomorú. Mehettem volna kétüléses Forma 1-es autóval, Baumgartner Zsoltival 2018-ban, oda se fértem be, életem egyik legnagyobb élményétől fosztott meg a testalkatom, és életem legjobb szezonjaitól és eredményeitől foszt meg az, hogy nem tudok nyugodt maradni. És ezt úgy képzeljétek el, biztos a kommentben sokan írnak majd mindenféle tanácsot, ez nem mentális izkulás, mert azon már segített az edzés, a sporciológus, a gondolkodásmód. Idén már bőven tudtam reggelizni futamok előtt, nem jártam annyiszor a mosdóba. Optimistán mentem ki a versenypályára. Optimistán, mosolyogva, önbizalommal kezdtem meg a gyorskört. Tudtam, hogy mire kell odafigyelnem. De amint átszálltam a célvonalat, és elindult az időmérős, elkezdett remegni a lábam. És nem tudok ilyenkor olyan pontosan kigyorsítani. Nagyon precízen kell adagolni a gáz. Több mint 1000 lóerősek ezek a Forma 1 autók. Nem is a távol van gond, a gázadagolással főleg. Nagyon precízen kell adagolni, és egyszerűen ne nem merem annyira lenyomni, mert kis remegéssel túlnyomom, megcsúcok, megpörgök. Nem tudod megfogni a Forma 1-es autót. Az egész mezőny 2 másodpercen belül van semmilyen hiba nem fér bele, úgy kell a határon menni, hogy közben óvatos vagy, és ehhez egy remegő láb nem megfelelő. És azt látom, hogy teljesen más, hogy működöm, mint egy átlagos ember, egy átlagos sportoló. Rengeteg könyvet olvastam, videókat néztem, hogy hogy lehetne legyőzni saját magamat, és mindenki mondta, hogy ez a recept, az a recept, így gondolkoz, úgy gondolkoz, és hiába gondolkozik ez az énem ott, a lábomnak nincs agya, és ő gondolkozás nélkül elkezd remegni. S erre szeretnék az első két event között orvosságot találni. Ki fogok próbálni most már még extrémebb szereket, nyugtatókat, bármilyen anyagot. Mivel kevés verseny van egy évben, megmondom őszintén, az egészségemet sem hiszem, hogy annyira prioritásként fogom kezelni, ugyanis nem napi szokásom lesz az, hogy hogy ilyen dolgokkal lélek, de valamit csinálni kell. Ott van például Frederik Rasmussen, ő valami undorító, cigiszerű füvet rákcsá, olyat mondjuk pont nem akarok, de valamit ezzel csinálni kell, mert konkrétan a pályafutása múlik rajta. És nagyon fájó az, hogy több száz óra játék oda vezet, hogy megint ugyanannyi ponton van, mint neked, anyukádnak, kiskutyádnak, újvári Máténak bárkinek. Persze én legalább a mezőny része vagyok, persze legalább van még egy szerződésem, de azért nyilvánvalóan ezzel egy fenntartható állapot. De nagyon örülök, hogy itt van a tartalomkészítés is, mint lehetőség nekem. Nagyon örülök, hogy ennyien néztek. Kíváncsi vagyok, hogy hányan nézték és hallgatták végig ezt a videót. Aki így tett, annak nagyon szépen szeretném megköszönni. Az Unibetnek és az összes többi cég, akikkel együtt dolgozom, elképesztően szeretném megköszönni a folytonos támogatásukat. Borzasztóan jó esik, hogy ilyen lehetőségekkel segítetek abban, hogy tényleg csak teljesen erre koncentráljak, és maximalizáljam az esélyeimet, és ha sikerrel járunk, hanem legalább megpróbáltuk a lehető legnagyobb erőbedobással, hogy átírjuk egy kicsit a magyar esport történelmet, hogy ott legyünk a listák elején, sikeresek legyünk együtt, mert ez nem rólam szól csak, hanem rólunk. Aki kár annak gratulálok. Sokat nem ad a kárörvendés hozzá a világhoz. Ezeknek az embereknek általában neve profilképe sincsen feltüntetve a komment szekcióban. Eredménytelenek teljes mértékben olyan, mintha én próbálnék egy orvost oktatni, hogy nem úgy kell műteni, úgyhogy nem értek hozzá. Semmi rosszat nem teszek nekik, semmit nem ártok nekik, nincs fegyverfogva a fejükhoz, hogy akár ezt a videót is nézzék, vagy bármelyik másikat, mégis megnyitják, elvesznek a saját napjukból, idejükből, legfontosabb módon életükből időt, amit értékesen is tölthetnének, és negativitást uh, szülnek, csodálatos magyar módon. Annyit ajánlok nektek, hogy nézzetek tükörbe, gondolkozzatok el, hogy ez helyes, és gondolkozzatok el azon, hogy hány igazán sikeres ember hogy ilyen kommenteket magatok után, mint, mint néhány anti. Nem gondolok ezekre, amikor lefekszem aludni. Nem hiszem, hogy ezek annyira megsebeznek engem, ugyanis nem is tartom egyszintű lénynek magunkat ezekkel az idiótákkal, akik csak ócsárolni tudnak a kommentekcióba. De ki tudja, lehet, hogy a tudat alattimra ez is hat egy picit. Most már megbeszéltük, úgy látszik két énem van, de egyelőre egyik sem szerzett pontot. Ez az első két futamomnak az összefoglalója. Próbálkozunk és küzdünk tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.